a Maninger család tudomásom szerint, vagy édesapám elmesélése szerint, amennyire így a gyerekkorunkból emlékszünk, hogyha erről beszéltünk, hogy Bajor területről származunk. És az az érdekesség egyébként, hogy Magyarországon, hát azért nem olyan sűrű név ez a Maninger név, két család is Maninger névvel él. A különbség közöttünk annyi, hogy ők a Soproniág, mi pedig a Magyaróvári ága vagyunk a családnak. Az az érdekes egyébként, hogy nem tudom, hogy hol válhatott ketté a család, ami biztos, hogy ők Burgenlandból származnak, mi ugye bajor területről, és ők evangélikus vallásúak, mi meg római katolikus ág vagyunk. Úgyhogy az édesapám apukája, tehát az én nagyapám, Maninger Nándor, ő biztosan magyaróváról keveredett valahogy gyulára, de azt nem tudom miért, azt inkább csak sejteni vélem, hogy ő csendőrezredes volt és lehet, hogy valamilyen úton, módon őt esetleg átvezényelték Gyulára, ahol a nagymamámmal, aki szentestri volt, ott ismerkedhetett meg, és így jöttek ők a négyen sorba gyerekek. Maninger György, ő volt a legidősebb, ő is koreográfus volt, Maninger András, második fiú, Maninger Matild, és édesapám Maninger Miklós a legkisebb. A másik ágból egyébként, aki ismert, vagy talán itt többet mond a nézőknek, ő Maninger Jenő sebész professzor, akiről egy néhány évvel ezelőtt a Traumatológiai Intézetet, ahol 60 évig dolgozott, ő, róla nevezték el. Azt hozzá kell tennem, hogy a nagyapámat már nem ismertem, mert mire én megszülettem 1977-ben, ő már nem élt, ugye ő 71-ben hunyt el, de az, 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 a sztori mindig meg volt a családon belül, hogy ezt édesanyám mesélte főleg, aki nem beszélt németül, hogy, hogy a nagypapa időnként a testvéreivel, sokan voltak testvérek, 11-en voltak testvérek, hogy ők időnként németül beszéltek, ha így összegyűltek Gyulán a családi ebédlőasztalnál. De érdekes módon, hogy, hogy kérdezted, hogy mennyire maradt meg a családunkban a, Német nyelv, szokások, ételek, hagyományok, hogy gyerekkoromból abszolút arra emlékszem, hogy semmilyen szinten nem éreztem, vagy gondoltam magamat németnek. Gyakorlatilag nem is, nem is gondolkodtam azon túl, hogy a nevünk, nevünk német hangzású, de nem, nem éreztem sosem a gyulai közegben azt, hogy bármi közünk lenne a németséghez. Magyarul beszéltünk, magyar ételeket ettünk. Semmilyen uh, sváb vagy német uh, hagyomány szokás nem jelent meg a, a hétköznapi életünkben, de egyébként ez lehet, hogy arra vezethető vissza, hogy egyrészt, ahogy mondtam már, ugye nagypapa nem élt, amikor mi jártunk le így Gyulára, így nyaranta leginkább a nagymamához, meg az édesapám nővéréhez, akik lent maradtak Gyulán. Mert hogy azt tudni kell, hogy a három fiú mind a három Budapesten élt. És édesapám is már 19 éves korában felkerült Budapestre. Tehát igazából már annyira magyar és városi közegben éltük a mi kis polgári életünket, hogy gyerekként sem, tapasztaltam meg azt, hogy bármilyen német identitás tudatunk lenne. Magyar közegben éltünk abszolút, és az az érdekes, hogy, hogy mondtad, hogy majd szeretnéd velem ezt az interjút elkészíteni, hogy hogy nem is beszéltek róla. Tehát gyakorlatilag nem is meséltek semmi olyan történetet, ami azon túl, hogy a család honnan jött, hogy váltak ketté, fel sem merült, mint, mint, mint történet, hogy elmeséljék nekünk. Gyerekkoromban, meg, meg tínédzserkoromban, fiatal felnőtt koromban gyakorlatilag, mint szerintem, ahogy általában ebben a korban az emberek, nem foglalkoznak a nagyszülőkkel, vagy a saját családjuk eredetével, mert teljesen mással vannak elfoglalva, nyilván saját magunkkal vagyunk elfoglalva. És igazából most, hogy már nekem is családom van, három gyermekem van, igazából most, most tért vissza az életembe a kíváncsiság, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a családom. És hogy Maninger Miklós, ugye az édesapám és a György, a legidősebb bátynak a koreográfusi munkásságát kutatom, igazából itt, itt kezdtem el érdeklődni az iránt, hogy akkor a családról meg lehet -e többet tudni. Maninger Miklós, ugye ahogy már említettem, ő az édesapám, ő 19 évesen került fel Budapestre és a Budapest Táncegyüttesben táncolt hivatásos táncosként egy évet, majd a Honvéd Együttes, ami korábban néphagycsereg művész együttesen néven volt ismert, ott nyolc évet töltött el szintén hivatásos táncosként, de igazából ön mindig is pedagógus szeretett volna lenni, mindig a tánctanítással szeretett volna foglalkozni, és hát nyilván példaképként ott volt, ott lebegett szó szerint a szem előtt Maninger ugye a legidősebb bátyja ahogy említettem, ő is koreográfus volt. Egyébként az is érdekes, talán ezt nem említettem eddig, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának egy ösztöndi pályázatát sikerült elnyernem, ahol a kettejük életpályáját, munkásságát próbálom a lehető legjobban feltárni, ismertét tenni, illetve hogy hogy ne felejtődjenek el nyilván azok az emberek számára, akik talán nem ismerték őket, vagy a munkásságukat. És a kutatás során derült ki számomra, hogy az első néptáncfesztivál Magyarországon az éppen Gyulán volt. És azért nem, nem, tudom nem azt gondolni, hogy nem lehetek köze ennek a, a, a ott megrendezett néptánc fesztiválnak ahhoz, hogy a Gyuri, aki már 49-ben 16 évesen megalapította az első néptánc együttesét, szóval az, ember valahogy 16 évesen még talán nem abba gondolkodik, hogy néptánc együttest hozzon létre, és ő koreográfus akarjon lenni, és édesapám már abban az együttesben is táncolt, segítkezett neki a, Együttes vezetésébe. Tehát igazából az ő pályájuk, a táncosi pályájuk azok, vagy a hivatásuk e, e, itt kezdődött el Budapesten. Tehát ők nagyon hamar kiszakadtak a családi közegből, ugye ezért is e, mondom azt, hogy nagyon hamar magyar közegbe kerültek, hiába a Gyulánról e, jöttek, hiába a nagypapa ugye német származású volt, németül beszélt, de ez már. E, Szerintem kevés ideig hatott rájuk ez a családi közeg, hiszen ugye 10 x évesen már, már Budapesten éltek. És az is érdekes, hogy hogy, hogy alakult a mindkettőjük pályája hogy édesapám 19 évesen már párhuzamosan a hivatásos táncosi pályájával a Törekvés Néptánc Együttes művészeti vezetője lett 1961-ben. Tehát, hogy számomra elképesztő, hogy valaki ennyi idősen már egy ilyen komoly pozícióhoz jut, és gyakorlatilag ott abszolút meg tudja valósítani az álmait. A Gyuri pedig 52-től 57-ig Járt a Színművészeti Egyetemnek a koreográfusi képzésére, ami szintén így a kutatás során derült ki, hogy gyakorlatilag az első és egyetlen ilyen koreográfusi képzés volt Magyarországon, tehát se előtte nem volt ilyen szak, utána se is. Maga az alatt, az öt éves időszak alatt háromszor-négyszer változott a szaknak a neve. Tehát valójában mindenki tudta, hogy koreográfus képzés, de a végén talán tánc, táncpedagógusi diplomát kaptak és párhuzamosan a Honvéd Együttesnél, a Törekvés Együttesnél dolgoztak mind a ketten, illetve a Gyuri 52-től 70-ig, tehát 18 évig az Okis Együttesnek volt a koreográfusa. A éles különbségnek látom kettejük között, hogy nagyon más volt a személyiségük, és a személyiségük én azt gondolom, hogy rányomta a bélyegét, Gyurinál negatív értelemben, édesapámnál pozitív értelemben, hogy hova jutottak el a képességükkel, a tehetségükkel. Gyuri rendkívül tehetséges volt, ő az a típusú alkotó volt, művész, aki, aki igazából a, a korát, korán túlmutatva. Valósított meg koreográfiákat. És igazából a sikertelensége is talán ennek volt köszönhető, hiszen akkor ő kezdett el először például mékeréki anyagot gyűjteni mékeréken konkrétan, és amikor ő ezt színpadra vitte, akkor egyszerűen annak a tánctípusnak még nem volt divatja. Amit ő már 50-es években megvalósított, ugye azt 70-es években fedezték fel igazából újra. Gyakorlatilag a sikertelenség rányomta a bélyegét az egész munkásságára, és az élete egyetlen díját a Szlovák Szövetségtől kapta, ahol élete utolsó éveiben egy szlovák, nagy tartsai szlovák táncegyüttesnél alkotott. Szerintem méltatlanul elfeledett koreográfus. Gyakorlatilag, ha én így tudatosan nem keresném könyvtárakban és olyan, olyan szervezeteknél az ezzel foglalkozó gyűjtött anyagok között az ő munkáit, vagy az ő róla esetleg megtalálható dokumentumokat, akkor gyakorlatilag senki, senki nem tudna Maninger Györgyről, és, és, ez azért, azért szomorúnak tartom. Viszont édesapám emellett pedig egy rendkívül tehetséges koreográfus, rendkívül elismert koreográfus lett. A magyarországi német nemzetiségi koreográfiák Feldolgozója, a színpadra vitelének egyik vezér mondható gyakorlatilag rengeteg elismerést kapott életében. Többek között például a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovakkeresztjét, Nívódiat, Budapestért díjat, és a magyarországi németek is nagyon sok kitüntetéssel hálálták meg a, a munkáját. És én azt gondolom, hogy édesapám azért tudott ilyen sikeressé válni, mert egy annyira jó személyisége volt, egy annyira végtelenül türelmes, szegény, nem szegény, szerény, jó kedélyű ember volt, és rendkívül jó pedagógus, nagyon jól tudta irányítani a, a keze alatt, Táncoló embereket, hogy, hogy én azt gondolom, ez, ez biztosan a sikerhez vezető út volt, illetve egy nagyon érdekes gondolatot hallottam róla, és szinte már már megható, hogy Birinyi József népzenész, népzenekutató, és ilyen zenei tárgyakat gyűjt, hogy hangszereket gyűjt, ő mesélte róla, hogy egy édesapám egy olyan alkotó volt, aki nagyon megfontoltan sokáig gyűjtötte be az anyagot, nagyon átgondolta, hogy mit fog alkotni, mint ahogy egy kagyló gyűjti be az információkat, és egy igaz gyöngyöt kapunk tőle a végén, és hogy édesapám egy ilyen típusú alkotó volt, a Gyuri pedig inkább egy ilyen nagyon szenvedélyes, heves, igazi zseni, aki, akiből egyszer csak így kipattan egy fantasztikus koreográfia, de mivel ő maga is ilyen heves természetű volt, azért az élete is ilyen volt, és ahogy a táncpróbákat tartotta, is ilyen volt. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy egy családon belül két mennyire homlok egyenest más személyiségből, hogyan válik ugyanabban a szakmában a, a pályájuk, hogy különbözik, és mégis mind a ketten fantasztikus koreográfiát alkotnak. És itt kell megemlítenem, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bár bár én nem, nyilván azt, nem tudhatom, hogy édesapám mennyire érezte magát német nemzetiségűnek, hiszen nyilván az édesanyja ő nem német nemzetiségi volt, de azért milyen érdekes, hogy tulajdonképpen fiatalon, mégiscsak a német nemzetiségi táncok feldolgozásához került vissza az életében, és gyakorlatilag a hivatásán keresztül ismerte meg a saját nemzetiségének a hagyományait, a szokásait, és én inkább azt mondom, hogy a német nyelvet sem feltétlenül gondolom, hogy ő otthonról hozta. Nyilván édesapja beszélt velük németül, vagy előttük beszéltek. Ezért én azt gondolom, hogy inkább az értés része lehetett meg. De beszélni nem beszélt alapvetően jól németül, hanem inkább a munkája során, ahogy a soroksári, solymári tánccsoportok vezetésével, ugye rengeteg külföldi németországi turnén vettek részt, és ugye mindig vitte a kis szótárat, ugye ebbe a sváb közegben ugye óhatatlanul kommunikálnia kellett németül, és gyakorlatilag így ragadt rá, és így került vissza a németségébe, tehát hogy szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és én is ugyanezt tapasztalom meg, hogy gyakorlatilag soha nem gondoltam, ugye ahogy a beszélgetés elején mondtam, soha nem gondoltam magamra németként a nevemen túl. Viszont, hogy a halála után, hogy megalapítottuk a családdal az alapítványt, hogy a koreográfiai hagyatékot feldolgozzuk, megőrizzük, és az ő életüket a nagy közönség elé tárjuk, amennyire lehet, minél több információ segítségével. Gyakorlatilag így is. Így kerültem vissza én is a németséghez, hiszen azáltal, hogy az ő koreográfiáit vizsgálom, nem csak azt, hogy megnézzük a videót, hanem megpróbáljuk ugye dokumentálni, megpróbálom feltárni azt, hogy egy-egy koreográfia hogyan keletkezett, hol gyűjtött hozzá anyagokat, kiktől gyújtötte ezeket a német tánc motivumokat, És gyakorlatilag így keveredtem én is bele abba, hogy hogy szembesüljek azzal, hogy ki vagyok, honnan jön a családom, és így mégiscsak ez a németség, német mégis mégiscsak ilyen kis finoman bekúszott az életembe, pedig abszolút magyarnak gondolom magam. Nagyon érdekesen gyűjtöttek egyébként a, a koreográfiák készítéséhez anyagokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért az 50-es, 60-as évek technikai lehetőségeire, ha visszagondolunk, gyakorlatilag szuper 8-as filmfelvevő állt rendelkezésre, ugye külön magnó, és hát bizony fel kellett keresni olyan tájegységeken olyan embereket, akik, akik még ugye a hagyományaikat őrizték, és a táncmotivumaikat is őrizték. És Gyuri is, és édesapám is járta az országot, voltak emberek a Zenetudományi Intézetből, akik végeztek előkutatásokat, tehát egy-két jó kis pálinkával lekenyerezve a kocsmába, igyekezték megtudni, hogy mondjuk adott faluban legyen ez mékerék, elek, sojmár, soroksár, éppen ahol szerettek volna anyagot gyűjteni, hogy ki a legjobb táncos a faluba. Na hát, és akkor megpróbálták ezeket az embereket összegyűjteni, de hát nem volt mindig könnyű dolguk, mert hogy azért őket meg kellett győzni, hogy egy kamera elé be kell állni, és most nem bál van, vagy bármilyen mulatság, hanem nekik kifejezetten táncoljanak, akkor ugye meg kellett fizetni hát jó kis pálinkával ezzel azzal a zenészeket is, hogy összeverbúválják őket, hogy a felvételre ez, Készít, vagy hát zenéjenek ott a táncosoknak, úgyhogy gyakorlatilag ez, ez azért nem volt egyszerű munka, és ahogy a Zenetudományi Intézetben végeztem a kutatásaimat, ott gyakorlatilag jegyzőkönyvek is készültek, hogy kik voltak a táncosok, kik voltak a zenészek, kik voltak a gyűjtők, és ami érdekes, hogy a Gyuri egyébként maga is végzett ugye ilyen gyűjtéseket, ott megtalálható a jegyzőkönyveken a neve, hogy ő volt az, aki lábán kinetográfiai tánc rögzítette a táncokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy volt egy kamerás, aki ugyaném a film felvétellel elkészítette a felvételt. Volt, aki a hangfelvételt készítette, és a Gyuri közben, amit látott táncmozgást, azt ezzel a lábán kinetográfia Jelírással rögzítette, és ebből a hármas egységből tudott összeállni azt, hogy mi látható a felvételen, és ők ebből tudtak később koreográfiákat ezekből a lejegyzett táncmotivumokból e, e, alkotni. És egyébként nagyon érdekes, hogy én kérdeztem a Fügedi János urat, aki a Zenetudományi Intézet főmunkatársa, hogy hogyan kell elképzelni, hogy ezt, a, ezt, hogy lehet egyáltalán elolvasni, megtanulni ezt. Tehát hihetetlen, egyébként én csak hieroglifáknak hívom ezeket a jeleket, mert szerintem egy elképesztő bonyolult módszer, de nagyon kevés koreográfus volt ennek a táncielírásnak a, a, a birtokában, hogy ezt jól végezze. És Gyuriról mesélte, hogy annyira tökéletes jelírással készítette el ezeket a jegyzőkönyveket, hogy gyakorlatilag nem volt szükség azok kitisztázására. Tehát amit ő leírt, az gyakorlatilag hibátlan volt. És édesapám is ugye ugyanígy gyűjtött. Vele kapcsolatban meg az az érdekes, hogy 1968-ban kérték fel, hogy a Soroksári Együttest vezesse, és készítsen számukra német nemzetiségi koreográfiákat. Ez azért érdekes, mert hogy gyakorlatilag ő addig csak magyar néptánc együttesekben táncolt, ugye, mint táncos, és magyar néptánc koreográfiákat készített. Tehát gyakorlatilag csak a Bátyának egy gyulai németek, illetve eleki német táncok című koreográfiával rendelkezett. És amikor a Soroksári Együttesek készítettem interjút, akkor kiderült számomra, hogy politikai nyomásra lettek ők Német Nemzetiségi Együttes 68-ban, mert eredetileg társas tánc együttesnek indultak. És Vásárhelyi László koreográfus lökte bele édesapámat, hogy már pedig Miklós Kám, neked itt ezt az együttest vezetned kell, ennek német nemzetiségi táncegyüttesnek kell lennie. Innentől nem volt más választása, muszáj volt ugye neki is anyagokat gyűjtenie, és hát itt nyilván az együttesben ugye először a pártjának a gyulai németek és seleki németek táncát tanította be a tánccsoportnak, és aztán, hogy hova fejlődött ez a dolog, dr. Kurt Peterman a Lipcsei Archívum vezetőjével, aki Magyarországon egy hatalmas méretű népzenei, népdal, néptánc motivum gyűjtést végzett Európán belül, gyakorlatilag vele is együtt ö, ö, kutatott és gyűjtötte az anyagokat 72 és 76-os körútján, és ö, ö, Véménden, Eleken, Mecseknádasdon, Soroksáron, Sojmáron gyűjtöttek tánc Ceglét Bárcelen is, és ami az érdekessége, ahogy a, kutatás során kiderült számomra, hogy édesapámnak a Ceglét úgrós ugrós száma, az Eleki Németek tánca, illetve még egy még egy alkotása annyira megtetszett Petermannak, hogy gyakorlatilag bekerült a Lipcsei archívumba. És ez egy nagyon nagy dolog, mert hiszen akkor Magyarországon még nem igazán voltak német nemzetiségi koreográfiák. És a, a nagyon érdekes szerintem, hogy hogy hatott rá a magyar néptáncból ö, jött tapasztalat, a színpadi ismerete, a színpadi tudása, hogy gyakorlatilag ő egy kicsit vegyítette szerintem óhatatlanul a kettőt, és ezért lettek érdekesek az ő német nemzetiségi koreográfiai, és gyakorlatilag sorra nyerték a különböző fesztiválokat, rendkívül ismert lett ezáltal, és az egyik legnagyobb műve a Pest megyei lakodalmas, amivel 78-ban a röpűpáva vetélkedőnek a külön díját kapták. Egyébként ennek az az érdekesége, bár ezt nem nagyon szoktuk kitenni ide-oda információként, de hát a táncosok mesélték, hogy gyakorlatilag ők nyerték volna ezt a versenyt, de politikai okok miatt nem szabadott német nemzetiségi táncnak nyernie, ezért tulajdonképpen külön díjban részesítették őket, de hát én azt gondolom, hogy ez akkor is egy rendkívül nagy elismerés, és ebben a Pest megyei lakodalmasban Ceglét Berceli hagyományőrzőkkel, Nagy Börzsönyi hagyományőrzőkkel, a Sojmári asszonykorussal, és hát a Soroksári Német Nemzetiségi Tánc együttessel alkotta meg ezt a legnagyobb táncművét. Igazából, ha édesapámra gondolok, akkor mind mindig mosoly lesz az arcomon, mert hát világ életében mókázott. Szóval én nem is tudom, hogy valaha láttam-e őt idegesnek. Mondjuk én biztos, hogy egyre emlékszem, akkor a fenekemre is ütött valamivel, nagyon felmérgeltem, de ez már azt jelentette nála, hogy akkor ott valami nagyon baj történt, hogyha őt fel lehetett idegesíteni. És, és ahogy, ahogy említettem, hogy, hogy egy háborús vérzivataros időkben született, élte a gyerekkorát, mégsem mesélt semmi rosszat, tehát csak vicces történeteket, és nagyon sokat nevettünk azon, hogy állítólag valami oknál fogva három napot járt óvodába. De ez nem derült ki, hogy miért járt csak három napot óvodába, hogy ez a háború miatt, vagy milyen események miatt, de hogy mindig ezzel indokolta, hogy amikor a cipőjét bekötötte, neki nem volt két hurka a masniának, ugye, hogy meg kellett kötni a cipőpetlit, csak egy. És akkor mindig mondta, hogy hát de csak azért, mert három napig jártam, és az alatt a három nap alatt az óvodában csak az egyik hurkot tanultam megkötni. Úgyhogy mindenből ilyen, mindenből ilyen viccet csinált. Aztán például mindig, mindig, emlegette, hogy ez egy, ez egy presztis kérdés volt nálunk a családban, hogy csabai kolbászt nem ehettünk, csak gyulai kolbászt lehetett tenni, rendkívül lokál patrióta volt, és nem tudtam, hogy azon túl, hogy gyulaiak, gyulán született, hogy most miért, miért kell ennyire a gyulai kolbászhoz ragaszkodni, és kiderült, hogy a nagymama, testvére, abba a családba házasodott be, akik a, akik, ilyen, a gyulai uh, hentesárú volt. De hogy ezt sem mesélte el? Tehát gyakorlatilag én ezt a halála után tudtam meg. Vagy például az is egy nagyon kedves történet róla, hogy ugye hát rendkívüli türelme volt. Tehát a hat évesektől a 70 évesekig tanított táncosokat, különböző tánccsoportokat, különböző korosztályban, és hát egy-egy táncfesztiválra mondjuk, mikor készült a sojmári gyerekekkel, akkor hát volt, hogy 50-100 gyereket kellett igazgatni. És Solymáron Friedrich Ignácné volt a segítője, aki Manci néni néven ismert egyébként, tehát hogyha bárki, aki Sojmárt hallja, akkor Manci biztos összeköti, és ők ugye nagyon jó kollégák voltak, de hát mancinéni inkább volt arról híres, hogy ő jött, a, a éles hangjával eligazgatta a gyerekeket, mindenkinek a szoknyáját megigazgatta, rozmaringágat a fiúk kalapján, lányok hajába, és édesapám nagy nehezen végre beállította az 50 vagy 100 kisgyereket. Na, és a Mancinéni kellős közepébe bejött a, a, a berend, vagy hát meg, be, beállított gyerekek csoportjába, megérkezett, és ott elkezdte őket rendezgetni. És édesapám mondta a mellett álló kollégáknak, hogy hát vigyétek el Mancinénit fagyizni, vagy csináljatok vele valamit, mert erről itt, itt baj lesz. Tehát, hogy így érezték, hogy türe, türelmetlen már, és egy kisgyerek odament ment édesapámhoz, egy hat éves forma kisgyerek, és hát édesapám már akkor éppen ideg volt, és a kisgyerek meglepődött, mert hát Miklós bácsi ugye még sose látta idegesnek. És a kisgyerek annyira meglepődött, hogy édesapám nem túl türelmesen szólt hozzá, hogy véletlenül Manci bácsinak szólította. Szóval ez, ez szerintem egy annyira jellegzetes történet édesapám és Manci Panci néni kapcsolatáról is, hogy kettőjüket így a kisgyerek Panci bácsinak így összeolvasztotta. Meg az is egy kedves történet róla, hogy ha készítettek vele interjút a munkájáról, akkor mindig ugye elmesél. tehát nyilván, ahogy az évek teltek, hogy 50 éve vezetem a törekvés táncegyüttest, 40 éve soroksári táncegyüttest, 30 éves Sojmáron dolgozom, és amikor egy kisgyerek hallotta ezt a történetet, akkor így nagy kerek szemekkel ránézett édesapámra, és megkérdezte, hogy Miklós bácsi, akkor te 120 éves vagy. És ezt a történetet annyira szerette, hogy számtalan alkalommal elmesélte. Szóval ez nagyon jellemző volt rá. És nagyon-nagyon hálás volt, amikor a 70. születésnapjára készültek a tánccsoportok. Most ezt édesapám nyilván nem tudja, én a szervezői oldalról láttam ezeket a dolgokat, hogy édesanám nem győzte úgy terelgetni, meg mindenfélét mondani neki, hogy hova készülnek. És már otthon bekötötte a szemét egy beültette egy taxiba, és mondta, hogy Miklóskán, most elmegyünk valahova. És gyanús volt neki, hogy hát merre mennek, hogy hol lesz vajon a rendezvény, nyilván sejtette, hogy a születésnapját fogják megünnepelni a táncosok és a, a Soroksári úton volt régen egy olyan gyár, hát ugye illatos út nem véletlenül hívták így, hogy hát ott azért a szagokról már be lehetett azonosítani, hogy az ember merre jár, úgyhogy utólag mesélte, hogy hát már a taxiba érezte, hogy gyanús neki, hogy az illatos úton járnak. Na megérkeztek a születésnapra, és hát még mindig nem vették le róla a kendőt, fölvezették a színpadra, ahol be volt húzva a függöny, és amikor kihúzták a függönyt, én nem levette róla ezt a szemtakarót, és csak azt látta, hogy az egész művelődési ház, mindenki ott van, aki csak el tudott jönni a különböző táncegyütteseiből, és a táncosoktól egy nagyon szép emlékérmet kapott, 70 éves korodra ugye a táncosaimtól ilyen bronz kísérmet, és azt hiszem, hogy talán a szerénységére jellemző volt, hogy ennek a díjnak örült legjobban az életébe, úgyhogy a temetőben is ez a díj van a síremlékén. Visszatérve a Gyurira, hogy már főiskola első évében egy olyan nyílt levelet írt a táncművészet magazinban, ami gyakorlatilag az iskola ellen szólt és a képzés ellen szólt, tehát ő, ő belőle már akkor is ez a lázadó jellem tört elő, és én úgy utólag azt gondolom, hogy hát egy nagyon veszélyes korszakban. Írt ő egy ilyen lázadó levelet egy ilyen családi háttérrel. Megmondom őszintén nem tudom, hogy úszta meg, hogy ebből ne legyen nagyobb, baj, és ne csapják ki. És egy másik érdekes, és egyébként vicces történetet is hallottam vele kapcsolatban, hogy a, a, koreográfus képzésen ugye oktatták ezt a lábán kinetográfiai táncjelírást, hiszen ezzel minden létező mozdulatot le lehet írni. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a táncosnak a bal lába kifelé fordul, és a kis ujját fölemeli, még azt is lehet rögzíteni ezzel a módszerrel, és hát ő ugye, ahogy említettem, nagyon jól művelte ezt a ezt a szakmai ö, ö, tudását, és megviccelte a tanárnőt, aki egy rendkívül merev ö, ö, hölgy volt abban az időben, és gyakorlatilag egy obszén jelenetet rögzített házi feladatként. És hát ez a házi feladatot ugye be kellett adni, és átment a különböző osztályokon, titkárságon eljutott a tanárnőhöz aki hát nyilván meglátta, hogy a Gyuri milyen anyagot adott be, és hát rendkívüli módon felháborodott, hogy hogy képzeli ezt a, a kis friss másodikos tanulóhegy egy ilyen pofátlan anyagot ad be, de tulajdonképpen rájött arra, hogy a Gyuri annyira jó volt ebből a tantárgyból, és hibátlanul írta le ezeket a mozdulatsorokat, hogy végül is így hozzávágta a Gyurihoz a dolgozatát, és közölte vele, hogy maga disznó, de ötöst adok. Tehát, hogy a Gyuriból abszolút látszik a két közötti különbség, hogy a Gyuri egy provokatív, provokáló ember volt, édesapám meg abszolút egy szerény, de mind a ketten mókásan adták elő ezeket a történeteiket. Általában nem feltétlenül szeretek magamról beszélni, de azt gondolom, hogy az alapítvány által végzett munka, ugye a Koreográfiai hagyaték dokumentálása és a megőrzése, illetve az, hogy az ösztöndi keretében én foglalkozhatok velük, kutathatom őket, és ennek nagyon azt gondolom, hogy eredményes eddig a, a munka, amit végzek. Én azt érzem, hogy ennek ott van a jelentősége, hogyha ezzel nem foglalkoznék, akkor végképp elveszne nem csak, a, nem csak a táncok, a koreográfiák vesznének el, és előbb-utóbb az együttesek repertoárjából kopnának ki, hanem gyakorlatilag mindketten a koreográfiáikban olyan német nemzetiségi népszokásokat, hagyományokat őriztek meg, vittek színpadra, dolgoztak fel, hogy a mai világban már ez Miután nem tartjuk a népszokásokat, nem tartjuk a hagyományunkat, nem úgy éljük a hétköznapjainkat, ezért nem maradnának meg. És a vizsgálataim során arra jöttem rá, hogy én addig, ugye gyerekként az édesapám jubileumi műsoraim, vagy bármilyen néptánc előadáson, én csak ott ültem, élveztem a táncokat, sose gondolkoztam azoknak a jelentéstartalmán, nem gondolkoztam azon, hogy honnan hol kereste meg ezeket az anyagokat, miből alkotott, milyen táncmotívumokból, vagy éppen, éppen mesél le az a tánc valami történetet. És a vizsgálataim során jöttem rá arra, hogy három ö, csoportba oszthatóak a koreográfiák, most itt elsősorban a Maninger Miklós koreográfiákról beszélek, nem a nagybátyáméről, hogy voltak azok a koreográfiák, és itt most inkább a német nemzetiségiekről beszélek, nem a magyar néptánc koreográfiákról, amik inkább körtánc jellegűek, egyszerűbb táncok. Aztán vannak azok a koreográfiák, amik egy teljes naptári évnek a jeles napjait, szokásait örökítette meg, mint például a farsang vagy nyári ünnepek köré szerveződő táncok, vagy, vagy, például arató ünnep, vagy adventi szokások. Tehát ők ezek, ő, ő, ezeket a gyerek és felnőtt tánc csoportjaiban mind megőrizte, mégpedig olyan módon, hogy hogy autentikus, gyakorlatilag forrásból, igazi, eredeti forrásból származó anyagokból dolgozott, és ezt úgy vitte színpadra, hogy nem csak a szokást jelenítette meg a táncokban, hanem akár versekkel kiegészítette német, népdal és versikéket gyűjtött Ezekről a településekről, sojmáról, soroksáról nyilván megfelelő szakemberek segítségével. Ezeket is megőrizte a táncokban, illetve a németség sorsát is feldolgozta. Ez a harmadik kategória, ami a történetmesélő koreográfiai kategória. Például a németségnek a betelepítési, motivumait őrizte meg. Az egyik táncában például a színpadon az jelenik meg, ahogy a telepesek a Dunán jönnek le, és Magyarország lesz az új hazájuk, és ez egy fantasztikus tánc egyébként. Vagy például megörökítette a háború szörnyűségeit, hogy az asszonyok ugye táncolnak a férjeikkel, és a férfiakat elviszik a háborúba, és az asszonyok egyedül maradnak, egyedül táncolnak tovább. Vagy van olyan, ahol az özvegynők táncolnak, de aztán jönnek a gyerekek, és újra elkezdődik a bál, és akkor újra ünnepelni tudnak az emberek. Tehát szerintem ezért tudott ő kiemelkedőt alkotni a német nemzetiségi táncokon belül, mert nem csak a körtáncokban van, a polkában, mazurkában, keringőkben tudott dolgozni, hanem ezekkel a nagyon érdekes történetekkel, izgalmas térformai megoldásokkal, vagy ahogy a táncosokat tudta mozgatni, ezért tudott szerintem kitűnni, mint koreográfus ebben a körben. És egy másik érdekes dolog szerintem az is nagyon fontos az ő munkásságában, és ezért tartom fontosnak ennek a megőrzését, hogy hogy a, a táncokban, a, bár, bár nyilván nem lehet a, a népviseleteket egy az egybe színpadra vinni, mert hát hiszen az, azért abban nem lehetne táncolni igazából, de, de volt olyan tánc, például az Eleki Németek, egy kamara a száma, ami egy nagyon különleges koreográfiája, amit gyakorlatilag egy fénykép alapján, másoltak le a ruhát a, a táncosoknak, és ez a tánc például arról szól, hogy egy, egy, egy asszonynak meghal a férje, özvegy lesz, de újra férhez megy, és a gyerek az ablak alatt sír, hogy az édesanyja ugye újra férhez megy. Rendkívül érdekes szám szól, nagyon érdekes történeteket dolgozott fel, és ha belegondolunk a mai világban, már már nem nézünk gyakorlatilag előadásokat, nem megyünk színházba, nem feltétlenül járunk el mondjuk búcsúba, nem, nem járunk ilyen alkalmakra, hol, hol, látnánk vajon táncokat, hol jönne velünk szemben valójában a, a, hagyomány. Már tévét nem nézünk lassan, a telefonunkat használjuk csak, tehát hogy igazából rendkívüli fontosnak tartom, hogy, hogy a hagyomány őrzésnek lehet ezt egy új szintre emelni ezzel a dokumentálással, és ezzel, hogy, hogy ezek a koreográfiai eh, hagyaték megmaradjon, vagy, vagy egyáltalán az ő életük megmaradjon, úgyhogy ezért tartom fontosnak, hogy minden ilyen információt, amit sikerül eh, összegyűjtenem, azt megpróbálni úgy megfogalmazni, hogy az ne csak a táncosoknak, vagy az őt ismerőknek legyen érdekes, hanem akár, ha valaki véletlenül rátalál a Manninger Alapítvány oldalra, akkor bárki számára érdekesek legyenek ezek a történetek. Az elején volt bennem egy kis zavar, hogy most tulajdonképpen úgy, hogy én abszolút nem vagyok szakmabeli, azon túl, hogy a törekvés táncegyüttesben táncoltam én is édesapám kezei alatt, de hogy gyakorlatilag én úgy éreztem, hogy ezt egy kötelesség tudatból végzem ezt a munkát, nyilván rendkívüli sok szeretettel, és meg az édesapám emlékét ápolva végzem ezt a munkát, de ugyanakkor mégis úgy éreztem, hogy én nem vagyok szakmabeli, hát hogy, hogy jövök én ahhoz, hogy az ő ő hozzá felérjek, és hát nyilván ő nekem egy, egy, egy nagyon példaértékű apa is meg volt, meg, meg, nyilván koreográfusként is abszolút felnéztem rá, hogy, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ezzel foglalkozom, és igazából aztán az az egész úgy, úgy helyre került bennem, hogy hát miért ne foglalkozhatnék azzal, hogy a megfelelő szakembereket magam köré szervezem és megtalálom azokat a zenészeket, akár így a Zenetudományi Intézetből, akit táncjelírással tudja nekem dokumentálni, akár a Volt táncosai közül, Marton Áron segít nekem abban, hogy a táncokat fel, felvegyük, feldolgozzuk és digitalizáljuk, mert hogy ebben ebb, a hármas egységgel lehet ugye a koreográfiákat dokumentálni. Tehát igazából rájöttem arra, hogy az én feladatom a szervezés, az, hogy pályázati úton megtalálom próbáljak ehhez anyagi támogatást szerezni, tehát igazából itt azért úgy helyre kerültek az érzéseim, de nyilván nekem nagyon jó érzés, hogy foglalkozhatok vele, mert ezzel sokkal élőbb maradt számomra, hogy szinte napi, napi szinten foglalkozom vele, fényképek kerülnek a kezembe, a táncosok történeteket mesélnek el, és egyszer csak rájöttem az, arra, hogy hát hoppá, hát ott van a Gyuri is, hát miért nem foglalkozom én a Gyurival? És akkor kezdtünk el utána járni, hogy tulajdonképpen ő ki volt számomra, is, szinte ismeretlen volt nekem, ő egy nagybácsi volt. Uh, mentünk le együtt Gyulára, a vonaton utaztunk három és fél óra úta, Budapestről Gyulára, és hát igazából ők ott felnőttként beszélgettek, én sose foglalkoztam azzal, hogy, hogy ő is koreográfus, meg igazából a gyerekkorunkban azzal se foglalkoztam, hogy édesapám koreográfus lehetett volna, ő fodrász vagy pékis, tehát nem éreztem azt, hogy nekünk ez volt a természetes közeg, az volt a természetes köz közegem, hogy amióta csak járni tudok, én táncosok lába között forogtam. Tehát nekem ez volt a természetes közeg, és az alapítványon keresztül inkább ez, ahogy ez a szervező munka jött ki, és hogy elkezdtük az édesapám táncait dokumentálni, megőrizni, feldolgozni, így ugye, hát a Gyuri is, mondom, hát akkor Biztos, hogy vele is kellene foglalkozni, sőt, sőt, kötelességem őróla is beszélni, és őt is megismertetni a, a nagy közönséggel. És ö, egyszer csak egy a férjem egy ismerőse mesélt a Magyar Művészeti Akadémiának ö, a, ö, egyik kutatóintézete által kiírt ösztöndi pályázatról. Na hát, és akkor? Elkezdtük összerakni itthon a férjem segítségével az anyagot, hogy hát mit találunk róla a könyvtárakban itt-ott, és végül is összeállt egy nagyon szép kép, hogy őket együtt kell bemutatni. Nem lehet külön választani édesapámat és a Gyurit, hanem, hanem úgy éreztük, hogy ez az anyag, ez, ez megkívánja azt, hogy őket együtt vizsgáljuk, együtt kutassam a az életpályájukat és a munkáságukat és végül is elsőre nem sikerült elnyerni ezt a pályázatot, hát akkor rendkívül szomorú voltam egyébként, de aztán úgy gondoltuk, hogy még egyszer megpróbáljuk a következő évben, és akkor 21-ben végül is sikerrel kerültem be, 1600 jelentkező körül abba a 100 emberbe, akit kiválasztottak. Úgyhogy ez a kutatás már két éve zajlik, rendkívüli jó eredménnyel azt gondolom, hogy jól haladunk. Rengeteg interjút sikerült csinálnom a különböző táncegyüttesekkel, olyan táncosokkal, kollégákkal, akik, akik még elérhetőek, még élőek. Sajnos vannak olyanok is köztük, akikkel nem sikerült az interjú, mert sajnos elhunytak, mire, mire én oda jutottam volna, hogy felvegyem velük az interjút. Úgyhogy rendkívül érdekes ez a munka, és gyakorlatilag negyedéves beosztással dolgozom, tehát egy munkatervet kellett leadni, ahol negyed évente az akadémián előadást kell tartani abból, hogy hol tartok a kutatásban. És egyszerűen minden negyed évben valami annyira érdekes történet, vagy információ, dokumentum került elő, hogy, hogy, tényleg kifejezetten élvezetesé vált számomra ez a munka, hogy velük foglalkozhatok, és hogy így foglalkozhatok velük, és nem csak a négy fal között régi fényképeket nézegetek esetleg, és próbálom az emlékeimet feltárni, hanem ennél sokkal tudatosabban tudok velük foglalkozni, és ezen keresztül jöttem arra, hogy milyen hiányérzetem van, hogy gyerekkoromban nem kérdeztem, ők nem meséltek, és ezért sokkal tudatosabban állok ahhoz, hogy a gyerekeimnek amennyit csak lehet, minél többet meséljek a családomról, mert ezt nagyon fontosnak tartom.